terv az, hogy egész nap itt vagyunk, és megpróbálok 5000 forintból táplálkozni itt a szigeten, ami azt jelenti, hogy reggelizni már reggeliztem otthon, de az ebédemet, a vacsorámat, illetve a snacket azt ebből az összegből kellene megoldanom, ami kíváncsi vagyok, hogy fog sikerülni, úgyhogy gyertek, nézzük is meg! Van itt egy nagyobb bolt, és az eredeti terv az lett volna, hogy itt veszek egy kis snacket napközbenre, viszont iszonyatosan sokan vannak, és nekem egyáltalán nincsen kedvem megélni ezt a sort, természetesen ti megtehetitek, sőt, akár egész napra feltangolhatok kajával, viszont én most arra vagyok kíváncsi, hogy a sziget területén mire megyek 5000 forinttal. Szeretnék kérni, húzzák a sajtos fogit. Gyorsan vettem egy zacsi fogit, ami egészen pontosan 980 forint volt, úgyhogy ez napközbenre nagyon jól fog majd nekem jönni, hogyha megéheznék. Na gyertek, most keresünk ebédet! Mert az 5000-es napi keretemben az ital az nincsen benne, de azt fontosra tartom elmondani, hogy találtunk itt egy helyet a hátsó soron, ahol egy picit olcsóbb a sör és a fröccs is. Hogy a csónakházba kötöttünk ki, ami egyébként egész évben nyitva van, és itt nem csak az ital, hanem az étel is viszonylag jó áron van. Úgyhogy gyorsan lecsaptam egy ebédmenüre, ami egész pontosan egy kis paprikás rumpli, kovászos borka kenyérrel, sőt még üdítő is jár mellé, és mindezért összesen 1490 forintot fizettem. Jó étvágyat magamnak! Jól gazdálkodtam a pénzemmel, hogy most egy kis nyalánság is belefér, úgyhogy most eszek egy csúroszt. Nagyon jó. Hogy vacsorára jól bepizzázok, ez a pizzaszelet 800 forint volt, és a legklasszabb, hogy még mindig maradt 800 forintom, sőt, egy kis pogácsám is van még a táskában, úgyhogy azt gondolom, hogy 5000 forintból igazából, ha okosan gazdálkodsz, akkor tök jól ki lehet jönni a szigeten, sőt, akár olcsóbban is. Egy a lényeg, hogy ne az első helyen vásároljátok, amit megláttok, hanem nézzetek szét. Szóval gyertek ki, éljétek a szigetet, sziasztok!